Azt gondolom, hogy ezt talán mindannyian átéltük legalább egyszer életünk során, és talán az állandó online jelenlétnek is betudható ez a negatív érzés vagy szorongás. Ez egyébként a szakemberek szerint egy igen komoly problémává is kinőheti magát. Most erről a témáról beszélgetünk Csukás Csaba pszichológussal. Szervusz, szia! Szervusz! Sziasztok, üdvözlöm a nézőket! Mennyire új keletű ez a jelenség? Mert én azért már hallottam a FOMO-ról, de szerintem azért nem mindenki van azzal tisztában, hogy pontosan ez mit is jelent. Hát így, hogy neve is van neki, hogy ez a FOMO, ez így nem egy régi jelenség, néhány éves mindössze, de maga egyébként az érzés az, hogy kimaradás valamiből, az azért az nagyon régi, tehát ez mindig egy szociális hátrány volt, úgyhogy ez, hogy az emberek ezt nem szeretik, azért ez már nagyon régóta velünk van. Nagyon érdekes, hogy az egyik cikkedben ezt betegségnek nevezed. Na de miért számít ez betegségnek? Azért számít betegségnek, mert aki megéli, annak jelentős érzelmi szenvedést okoz, illetve hát sajnos tulajdonképpen a környezetének is, mert hogy ha ez a tünet együttes elhatalmasodik, akkor az nagyon mérgező lehet a szociális kapcsolatokra, és hát aki ebben szenved, annak a hangulatára is. Véleményed szerint milyen típusú emberek lehetnek hajlamosak a FOMO-ra? Mennyire érintheti hatványozottan mondjuk az új, a fiatalabb generációt ez a probléma? Sokkal jelentősebben a fiatalokat érinti. Az idősebbek között is van, de inkább az a gyanúm, hogy azokat jobban érinti, akik inkább erőteljesen használják ezeket a social médiákat, tehát a Facebookot, TikTokot, stb. Tehát ahol lehet értesülni arról, hogy ki merre jár, ki mit csinál. A nemek között is eltérések vannak, de hogyan élik meg a férfiak és a nők ezt a jelenséget vagy betegséget? Van eltérés a nemek között, tehát hogy a nőket jobban érinti, de azért ennek erre nem elhanyagolható a férfiak hányada sem. A megélés az mind a két esetben ugyanaz, hogy általában a szorongással, egy idő után dűvel is tud párosulni, féltékenységgel, illetve hogyha a hosszú időn át fennáll, akkor egy idő után egy disztímia, egy enyhe depresszió is elő tud fordulni. Véleményed szerint hogyan lehet, vagy miként lehet megtalálni a megfelelő egyensúlyt, hogy ne érezzük a kimaradást, és otthon tudjunk egy kicsit maradni, pihenni, de ha arról van szó, akkor tényleg el tudjunk menni, és az ne egy ilyen kötelező kimenő legyen az ember lelkének. Ebben az a nehéz, hogy akit érint a FOMO, az nem nagyon fogja tudni könnyedén megtalálni ezt az egyensúlyt. Akit nem érintő, pontosan tisztában vele, hogyha fáradt, akkor nem megy el, ha olyan program van, ami kevésbé fontos számára, akkor nem megy el, de az, aki a FOMO-ban valóban szenved, az nem fogja tudni ezt a különbséget megtenni. De azt tudjuk minden esetben, hogy érintettek vagyunk a FOMO-ban? Aki érintett, az mindig tudja, és a környezet is általában szokta tudni, hogy a társaságon belül ki az, aki ebben érintett. Mert pont erre szerettem volna rátérni, hogy a társaságon belül tudják, hogy ki az, aki érintett ebben a témában, és egy gyakorlatilag egy önbeteljesítő jóslattá is válhat ez a jelenség? Igen, sajnos nagyon könnyen azzá tud válni, mert hogyha valaki mindig mindenhol ott akar lenni, olyan programokban is, amit egyébként ő nem feltétlenül kedvel, akkor nem is fog tudni benne úgy részt venni, hogy ez a többiek számára is szórakoztató, vagy egy igazi élményé váljon, és akkor pont elő tud fordulni, hogy már nem hívják bizonyos helyekre, és hogy meg is történik az, amitől fél, hogy valóban ki fog maradni. De ez milyen lelki problémával fakadhat, hogy valakinél ez kialakul, valaki erre kvázi hajlamossá tud válni, és ebben szenvedni tud? Legtöbbször azoknál alakul ki, akiknél határozottabban jelen van a valahová tartozás igénye. Ez mindannyiunkban benne van, csak valakiben sokkal erősebben. Kisebbségi komplexus esetleg? Önértékelési zavarok is igen erőteljesen közre tudnak játszani, hogyha értéktelen ennek érzi magát, nem érzi magát elég jónak, és általában egyébként ez azért mögötte egy hosszú katasztrofizáló gondolatmenet eredménye szokott lenni, amikor eljut odáig, hogy biztos azért nem hívnak, mert nem vagyok elég okos, szép, szórakoztató, jó fej, bármi. Aki rájön, hogy ebben érintett, és tudja magáról, hogy ebben érintett, akkor milyen módszerekkel tud megszabadulni ettől a rossz érzéstől? Önmagától sajnos nagyon nehezen, mert hogy annyira kínzó szokott lenni ez az érzés, hogy vissza tudja fogni egy rövid ideig, hogy ne menjen el mindenhová, de egyre erősebb lesz a szorongás és a késztetés, és előbb-utóbb vissza fog csúszni ugyanide. Szóval én mindenképpen arra bíztatnám, hogy segítségért érdemes fordulni, mert a FOMO az a tünete a mögötte húzódó problémának. A Sziget pénteki napjára én nem jutottam ki. Nagyon-nagyon sok barátom ott volt, úgy láttam, hogy egy igen jó bulit is csinált az Imagine Dragons, és megmondom őszintén, hogy rosszul éreztem magam közben is, egy picit előtte is, meg másnap is. Ez azt jelenti, hogy nekem is el kell gondolkodni véleményed szerint, vagy hogy ez egy kicsit ennél azért az árnyaltabb történet?
Hát, hogyha a program hiányzott az Imagine Dragons, akkor tudok vele szimpatizálni, mert nekem is hiányzott, de egyébként... Inkább az Imagine Dragons hiányzott, mint azt, hogy ott legyek a többiekkel. Akkor ez így egy teljesen egészséges, teljesen normális történet. Ha nem kell megijedni, jó. Én egyébként pont úgy éreztem, hogy mintha szinte ott is lettem volna, hiszen mindenki ott volt a történetekben. Egy szakember egyébként, egy pszichológus, hogyan tud segíteni annak, aki ilyenben szenved? Meg kell találni a mögötte húzódó okokat. Tehát az elsődleges az az, hogy az önértékelését meg kell nézni, hogy ő mennyire van rendben önmagával, illetve azt, hogy hát már közhelyesen, de ugye a múltját, a családi múltját is, hogy mennyire volt meg a családba való beletartozás érzés, és hogy az onnan való kiszakadás mennyire volt folyamatos, hogy hirtelen volt-e akár, vagy egyáltalán nem tudott kiszakadni onnan, tehát hogy ezek mennyire optimálisan vagy normálisan hétköznapján zajlottak. Extrémebb esetben lehetnek fizikai tünetei ennek a problémának? Ó, határozottan. Tehát, hogy azért, mert hogy szorongással és enyhe depresszióval is tud együtt járni, ezért minden egyes tünet, ami azoknál előfordul, az itt is. Tehát akár a fáradékonyság, motiválatlanság, betegségekre való erősebb hajlam, ez mind előfordul. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Szerintem nagyon sok információt megtudhattunk, és reméljük, hogy tudják majd alkalmazni ezeket. Én egy kicsit megnyugodtam, megmondom őszintén, volt bennem egy félelem, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagy általánosságban azért mindenki valamilyen szinten azért találkozik az életben ezzel az érzéssel, főleg ha csak abból indulunk ki, hogy olyan szinten lett gyors az online világ, hogy elkerülhetetlen. Igen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést.